A doboló medvebocs Dörmi a medvebocs az erdő szélén élt. Barátjával, Misi Mókussal nagyon szerettek a fák között futkározva énekelni. Egyik nap Dörmi két bödön mézet hozott magával az erdőbe. Misi Mókus gyorsan lemászott a fa épített kis házából, és odaszaladt a barátjához. Egy ideig kettesben énekelgették kedvenc dalaikat, ám Dörmi hamarosan megéhezett, és míg Misi makkot majszolt, ő jó ízűen kinyalta a mézet a bödönből. – Van egy ötletem, – mondta Dörmi. – Szerintem szebben szólna az ének, ha zenélnénk is hozzá. – Az lehet, csak hogy nincs hangszerünk, – mondta Misi. Dörmi megfordította a két üres bödönt, és a lába közé szorítva őket dobolni kezdett rajtuk. Lám, milyen jó dob válik a mézes bödömből, magyarázta. Azóta, ha Dörminek dalolni támad kedve, a mézes bödönön üti hozzá ritmust. Ez aztán az okos medve?